Mindenkinek üdv újra itt a csatornámon. A legújabb videómban összeszedtem nektek a legbrutálisabb és a legmegrázóbb beauty féleket, és ezekre fogok most reagálni. Full először fogom ezeket látni, úgyhogy ez egy reakció videó lesz, úgyhogy ha titeket is érdekel a téma, akkor tartsatok velem. Vörös hajú kamasz éveiben járó leányzó. Hogy is ezeket úgyos? Ajj! Mit szeretnél csinálni? Mik lehetnek a tervei? Úgy érzem, ennek nem lesz jó vége. Éppen most szeretne átváltani a cuki csajos kislány korából vad punk lázadóvá. De azt nem értem, hogyha leszeretné vágni a haját, akkor miért kell ehhez ő neki ezt cofba fognia, és így alulról a cofnak a végéről elkezdeni metszeni, mint én nem tudom, Olókezú Eduárd. És közben nézzétek a háttérben a kis pajtást, tehát hogy így, és így nézi, hogy így mi történik. Ez a fej a háttérben szerintem ez a egész videó, ez a legjobb. Mert nem nagyon érdekli egyébként, tehát hogy így facebookozik tovább a kis barátnője, hát ilyen egy jó barátság. Vajon elégedett lesz-e hősünk, ez a nagy kérdés. Mit mond, hogy éppen egy fotót tölt fel, vagy nem tudom, a barátnője hát, de se szarja, hogy mit csinál éppen, majd csonkítja magát a barátnője, de hát se baj, csináld csak majd felposztolom Facebookra. Hősünk nem elégedett meg azzal, hogy felcímzálta a kis copot, amit itt nagyon ügyesen itt oldal befogott, most már elkezdte aprítani a felső egészen fejtőnél lévő hajszálakat is. Most mit törjed meg? De eddig nem tudta, hogy mit csinál, vagy? Én nem értem a meglepődést. Mi van? Na, itt megint egy hajvágó sztori lesz. Túl hosszú a hajam, az a baj, már nem bírom, túl hosszú. Érzünk egy kis drámaiságot a belassítással is. Közelítés, fú de durva, fej, reakciók, hú gyerekek, minden van itt. Ez mi az a fáj, úristen, ez a következő mém lett, ez nagyon vicces. Ez nagyon durva, biztos láttátok ti is ezt a videót. Tehát frufrut akar vágni a lányzó. Jó, én amikor belevág a kezébe, meg a hajába. Amúgy nem tudom, hogy sikerült neki egy ilyen formát vágni, amikor tényleg láthatóan egyenesen vágta, és utána jön rá, hogy a kezébe is amúgy belevágott. Itt a performance már még összetettebb, mert hallatunk egy komoly zenei aláfestést a háttérből, a kislány énekel, és közben hajat csinál, de hogy mit, azt még nem tudjuk. Nem tudom, titeket nem emlékeztet erre a Chloe nevű lányra, aki ilyen nagyon így néz, így. Minden így gyerekek, ez most komolyan elővesz egy... Hát nem tudom, de biztos, hogy ez a szerszám nem egy kislány kezébe való. Remélem, hogy ennél nem történik rosszabb ebben a videóban. Azt a mindenit! Na, erre nem számítottam, legvadabb rémálmaimban sem. Éreztem már előre, hogy itt valami nagyon-nagyon szörnyű dolog fog történni. És nem vett észre! Most később vett észre! Úristen, gyerekek! Mit szeretnél? Tehát először is kiegyenesítjük a haját, úgy látjuk. Be van lassítva. Ha? Ez egy fülecske volt? Jézusom, ez egy horror sztori. Hát konkrétan becsippentette a fülét a lányka. Isten, ez fáj. De mondjuk az ordítozás helyett mehetne már a hideg víz alá, mert az égési sérüléseket azonnal hideg vízbe kell rakni. Jó, értjük. Menjél a fürdőszobába, kislány! Ragasztószalag. Ó, az örök klasszikus, ezt én is szoktam néha csinálni. De hol
valaki ezt a ragasztót. Jó, hogy két ragasztót tutira, ő az igazi biztonsági játékos, ez a lány duplán oldja meg a szemünk kihúzását. Warning, very scary. Csíj, öcsém, hogy konkrétan Luca kutyám jobban tud tusvonalat húzni, ez nagyon durva. Úristen, konkrétan belefolyt a szempus így a szemgolyójába. Úristen, nagyon az elég para, konkrétan ilyen dementor, ilyen nem tudom, ilyen para lett a szeme nagyon. Full fekete lett a szemgolyója. Wonderful. Wonderful. Sun-kissed skin, right? Wow. Wow, ez kell még ide, egy fekete olyak, ceruza. Szerintem egy ilyen Marilyn Manson make-up lesz. És közben beszél. Nem hagyja abba a beszédet egy pillanatra sem. Ti is érzitek, nem, hogy meg akarjátok csókolni ezt a száját. Ez lehet ennél még szörnyű? Azt a mindenit. Komoly családi drámák zajlottak le a kamera előtt. Úgy hiszem, nem sokáig. Két Lotti folytatásából? Mit szeretnél? Mit? Nehogy a kezedbe vágjál nekem, mert nem állok jót magamért. Ezt az elszám fejet figyeljétek. Hát, én a másikat igen nem vágnám le a helyetben. Ezek vajon a felszabadulás percei, vagy a sok pillanatai? Ezt nem akartad, te sem. Nem akartad ezt, te sem. Lehet, hogy ez ilyen Valentin napi meglepetésként szánta a párjának, én nem tudom. És neki megy a másik tincsnek is, hát ezt nem hiszem el. Ezek után bevállalja, beleáll a témába. Hú, itt is egy kis aprót frizura. Mindent a nézettségért. Ja, és a hátul, tehát hogy álljunk meg egy pillanatot, tehát hogy mutatnám, a hátsó haja. Ez konkrétan, amikor én olyan, nem is tudom, 10-12 éves korom környékén volt iszonyatosan divatos, amikor hátul is fel volt zselézve a haj, és pokolyan nézett ki. Úgyhogy, ha kellőképpen sok feliratkozója van a Lányzónak YouTube-on, akkor szerintem akár még egy ilyen új divat hullámot is tud ebből csiholni. Volna már a kis videóm, írjátok meg kommentben, hogyha veletek is előfordult már ilyen beauty baleset, akár mondjuk smink vagy divat tekintetben, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, itt lent, sose tudok jól mutatni, illetve kövessetek be Instagramon a kukacchloénosz felhasználó néven. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok, sziasztok! Amúgy azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy még fel kéne vennem néhány ilyen drámai fejtartást, meg grimaszt, hogy így majd így még drámaiabban érezzék a nézők, hogy ezek tényleg durva beauty fellek. Fellek? Fénylek. Ja. Na jó, csinálok egy párat. Úristen, ezt nem hiszem el! Ah!